A beiskolázást elősegítő programsorozat utolsó állomásaként mutatta be az intézmény azt, hogyan is zajlik egy tanítási óra. Az érdeklődők elsősorban a speciális órákra nyerhettek betekintést, hiszen az iskolában emelt szinten lehet tanulni a matematikát, az angolt és az informatikát. Betekintési lehetőséget adunk a jelenlegi első osztályainkba, hogy lássák a szülők, hogy körülbelül mi vár első évfolyamon a gyermekeikre, ha hozzánk íratják, illetve a gyerekek is lássák, hogy nem olyan megterhelő azért általános iskolásnak lenni, mint ahogy esetleg jezgetik őket bizonyos helyeken, és felszabadultabban, könnyebben tudják majd az iskolát így elkezdeni. A tanórákon a pedagógusok a legkorszerűbb oktatási technológiákat is felhasználják, így például az angol órán nagy szerepet kap az úgynevezett interaktív tábla. What's this? It's a könyv. Book. Okay. Your turn. Who's that? It's my grandmother. Well done. Okay. A bemutató órák között egy igazgatói tájékoztatóra is sor került az iskola aulájában. Itt többek között arról is szó esett, hogy az intézménybe való beiratkozás előtt még milyen módon ismerkednek meg a tanulók szüleivel. Református iskolaként a szülőket is várjuk ismerkedő elbeszélgetésekre, ahol meggyőződünk arra, hogy elfogadják a nevelési elveinket, illetve támogatólag fognak a gyereknevelésben részt venni. A tervek szerint a beiskolázáshoz kapcsolódó események a jövő héten lezárulnak az iskolában, és nyugodt tavasznak nézhetnek elébe a szülők és az első osztályba készülő gyermekeik.